Sziasztok! Ezzel a videóval jelentkezem a 2017-es Nix Fixavazra. Remélem, hogy tetszik, ha igen, akkor tartsatok velem! Első lépésként alapozót vizek fel az arcomra egy nedves szivacssal. Úgy gondolom, hogy a jó smink a jó alapon múlik. Ezért elég sokat elidőztem ezzel a lépéssel. Ezután egy NYX-es kék jumbó ceruzával megrajzolom a lótuszvirágot, amit középen a homlokomon kezdek el, egy középső szirommal. Ezután megrajzolom a két külső szirmot is. Joggal mondhatjuk, hogy a lótuszvirág az egyik legszebb és legkülönlegesebb virágunk. Nappal együtt kell és csúszik, éjjel összecsukódik a víz alatt, hajnalban pedig kinyílik a felszínen és egész nap tündököl. Keleti vallásokban a megújulás újjászületi szimbóluma. Ezért is gondoltam, hogy ez egy nagyon szép ötlet lenne. Miután kész vagyok a két szirommal, a szemöldököm fölé lila NYX-es jumbó szemceruzát használtam, és megrajzoltam vele a leveleit. Ha ilyen szimmetrikus minket csináltok, ügyeljetek rá, hogy a lépéseket rögtön átmásoljátok, így könnyebb dolgotok lesz majd. A középső szirmot az előbb használt kékkel töltöm ki, és egy lapos ecsettel eldolgozom és eloszlatom. Az aljára fölvittem egy kicsit a lilából, és ezt is eldolgoztam a kékkel. A külső szirmoknál egy piros szálceruzát használtam, amit néhány helyen elsatíroztam. Ez egy nagyon krémes állagú ceruza volt, nagyon nehéz volt vele dolgozni. A külső szirmokra is vittem fel belőle, és néhány helyen a kék színt is megerősítettem. A kék egyébként a nyugalom szimbóluma, ami úgy gondoltam, hogy nagyon illene ehhez a lótusz inspirációs sminkhez. Fehérrel világosítottam még ezeket a szirmokat. A két levél belsejét először fehér színnel, majd egy lilával töltöttem ki, és ezeket összedolgoztam. Az orrom felső részére pirossal egy vét húztam. És lila pöttyökkel díszítettem a virág szirmait. Ezután farkincet húztam még a két kis levélkének. Felraktam egy celluxot, hogy a szemsminkem élesebb legyen.
Egyre sötétebb színekkel dolgoztam, barnákkal, hogy mélyítsem a mélyítő vonalamat. Ezt minél tovább csinálod, minél inkább elsatírozod, annál szebb eredményt kapsz. Leszedtem a celluxokat, és kicsit elgadolgoztam a széleit a szemsminknek. Egy kis ecsettel és alapozóval meghúztam a cut crease-t is, hogy éles vonalat kapjak. Ennek is húztam egy kis varkincet. Mivel folyékony terméket használtam, ezért ezt rögtön lefixeltem egy púderrel. Utána kék túlsvonalat húztam, amint egy vékonyabb feketével, majd a későbbiekben folytattam, de csak azért, hogy majd, amikor felrakom a műszempillet, sokkal természetesebb eredménye legyen. Nem szoktam ennyire kihúzni a tusnak a szélét, de úgy gondoltam, hogy ez nagyon illik a sminkemhez. Ezután fehér szemszerúzával két vonalat húztam a szemöldököm és az orrom közötti területen, amit egy kicsit eldolgoztam, és kapott az egész egy kék kontort is. Ezután az orrom két szélére lila pöttyöket raktam. Korrektorral egy háromszöget rajzolva vittem fel a sminkélit, erősítve dolgoztam el. A szem sminkélit erősítve húztam fel. Ezután a bőrhibáimra is tettem korrektort, és az egészet fixeltem egy púderrel. Majd a hétköznapi sminkemhez képest elég erősen kontúroztam. És bronzosítottam. Vittem fel egy kis pirosítót is. És utána egy szemöldök ceruza segítségével megrajzoltam magamnak a kis szeplőkön. Nagyon legyetek óvatosak, mert a szem alatti bőr nagyon érzékeny és nagyon vékony. Ezután nagyon-nagyon sok highlightert tettem föl. Az arromra, a szem fölé, és az arcomra is. Minden olyan pontra, ami amúgy is megcsillan a fényben. Ezután egy kis szempilláspirált vittem föl a felső szempilláimra.
megrajzoltam a szemöldökömet is, ehhez szemöldökgélt használtam. Kicsit erősebbre csináltam, mint ahogy a hétköznapokon szoktam, de úgy gondoltam, hogy illene egy ilyen erős vonal ehhez a sminkhez. Mint éppen egy kis ólót kértem. Elég különböző szemöldökeim vannak, ezért elég nehéz feladat volt ezt megcsinálni. Utána ezt természetesen még egy géllel fixáltam. Felvittem műszempille ragasztóval a szempillákat. Beragasztottam őket. Ma elraktam rá egy kis szempilla spirált, hogy a műszempilla is dúsabb legyen. Ezután a kék szemceguzát és a lilát serelgetve kis pöttyöket rajzoltam a vízvonalam alá. A belső szemzugomba raktam egy kis fehéret is. Utána egy ferdelcső segítségével ezt enyhén eldolgoztam. Utána a kéket összehúztam a tusvonalammal, majd megrajzoltam a szemet is, amihez egy elég sötét lila színt használtam. Ehhez szintén egy perdevágott ecsetet használtam. Miután kellően eldolgoztam a rúzsamat, vittem föl rá egy kis kék sellőport, ami sajnos annyira nem látszódik a videón. Az államra raktam kék szemceruzából pöttyöket, amiket majd felvittem a szám fölé is. Itt már láttam, hogy kezd összeállni a sminkem. Utána lila pöttyöket rajzoltam még a kis levelek alá, és műszempillával bejelölgettem azokat a helyeket, ahol a sveszköveket fogok rakni. Most, hogy felraktam az utolsó stresszkövet is, végre készen van a smink. Nem akartam ennél többet felrakni, úgy gondoltam, hogy már így is elég van az arcomom. Ha tetszett, majd szavazzatok rám, vagy írjatok kommentben, és lájkoljátok a videót. Én nagyon élveztem megcsinálni ezt a sminket. Remélem, hogy tetszett nektek. Itt van néhány kép, hogy hogy néz ki összességében a sminkem. Köszönöm, hogy velem tartottatok és megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!